Energiatakarékossági terveken dolgozik több nyugat-európai kormány, és Franciaországban az üzletek fényreklámjainak korlátozását tervezik, de a munkahelyek hűtésén és fűtésén is takarékoskodnának. Berlinben már el is kezdték a spórolást, több száz középület és turista látványosság díszkivilágítását kapcsolták le. A német kormány mindeközben továbbra is attól tart, hogy teljesen leáll az orosz gázszállítás. Bár első ránézésre úgy tűnhet, mégsem betörőkről készültek ezek a felvételek Párizsban. Fiatal férfiak könnyedén másznak fel lakóházak falán, eres csatornába, erkélykorlátokba kapaszkodva, de egyetlen lakásba sem mennek be. A mutatványt azért csinálják, hogy lekapcsolják az üzletek fényreklámjait. Így akarják felhívni a figyelmet arra, hogy az ország kezdjen el takarékoskodni. Valójában minden lámpát és világítást szeretnénk lekapcsolni, de tudjuk, hogy ez lehetetlen. Az akciókkal inkább üzenetet szeretnénk közvetíteni. Az emberek értsék meg, hogy mindenki hatással van az ország teljes energiafogyasztására, mondta a kezdeményezés egyik résztvevője. A héten a francia energiaügyi miniszter azt közölte, hogy a kormány rendeletben akarja korlátozni a fényreklámok használatát. A kabinet más lépéseket is javasolt a takarékosságra. Le kell csavarni a fűtést a munkahelyeken, ha a helyiségben 19 foknál melegebb van. Oda kell figyelni a légkondicionáló használatára, az utazásainkra. A mértékletességgel gázt, üzemanyagot és áramot tudunk megtakarítani, mondta a miniszter hozzátéve, a kormány 2 év alatt 10%-kal csökkenteni az energiafogyasztást az országban. A porosz-dán háborúban aratott diadal emlékére emelt győzelmi oszlop díszkivilágításán dolgozik 2 munkás Berlinben. A villanyszerelők eltávolítják a biztosítékokat a kapcsoló dobozokból, így működésképtelenné teszik a reflektorokat. Németországban és Európában nagyon fontossá vált a lehető legtöbb energia megtakarítása. A fővárosban 200 épület külső világítását kapcsoljuk le, mondja Berlin tartomány fogyasztóvédelmi államtitkára. Azt ugyanakkor elismerte, hogy az akció főként a figyelem felkeltését célozza. Adatai szerint mintegy 40 000 eurót takaríthatnak meg éves szinten, de a lekapcsolás csak nem ugyanekkora költséggel jár, mert azt minden egyes épületnél külön kézzel kell elvégezni. A német kormány továbbra is számol annak lehetőségével, hogy teljesen leáll a földgázszállítás Oroszországból. A múlt héten egy tervezett karbantartás után a várakozásokkal szemben a Gazprom újraindította a szállítást, ám szerdán az orosz cég műszaki gondokra hivatkozva az eredeti kapacitás 1/5-ére csökkentette a csőben áramló földgáz mennyiségét. A német gazdasági miniszter közben már arra készíti fel a lakosságot, hogy a téli időszakban jelentősen magasabb számlákat fognak kapni. A gázszolgáltatók csak az orosznál drágább forrásokból tudják a kiesést legalább részben pótolni, ennek költségeit pedig októbertől áthárítatják a fogyasztókra. A tárca becslései szerint a németek rezsiköltségei több száz, de akár 1000 euróval is nőhetnek éves szinten. A Gazprom eközben bejelentette, hogy szombaton leállította a gázszállítást Lettországba, amiért az nem hajlandó rubel alapú elszámolásra átállni. A lett közszolgálati televízió nem sokkal korábban számolt be arról, hogy az ország némi szünet után újraindította az orosz gázvásárlását. Lettország korábban már döntött arról, hogy 2023. január 1-től teljesen leállítja az orosz gáz importját, és a terveik szerint főként Litvániából vásárolnak majd.